kedves nézőink, még mindig előválasztunk, illetve nem is biztos, hogy előválasztunk, hiszen Szakács Lászlót köszöntöm, jó reggelt kívánok! Aki megnyerte az előválasztást saját körzetében, Baranyában, ahogy ezt szokták volt mondogatni, ippek hogy, de sikerült. Ez igen, egy nagyon kemény küzdelem volt. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy éles küzdelem volt, és talán itt meg is mutatta egyébként ez a küzdelem azt, hogy nincs igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy ez akár egyik, akár másik oldal, ez egy lefutott dolog, itt nem is az emberek döntenek. Itt tényleg az utolsó pillanatig egy nagyon éles küzdelem folyt, az én ellenfelem egy frakcióvezető volt, az LMP-nek a frakcióvezetője, Keresztes László Lóránd, mellette talán én sem tartozom azok közé, akik nem aktívak, néha azzal hizelgek magamnak, hogy eléggé aktív vagyok úgy a körzetben, mint a parlamentben vagy a médiában, hát ugye politikusnak ugye ezek a szerepkörei jutnak, és ez az utolsó pillanatig egy nagyon éles küzdelem volt. Bocsánat, de azért hozzátehetjük, hogy voltak olyan választókörzetek az előválasztás során, ahol az éles küzdelemnek, hogy finomabb legyek, a nyoma sem volt, de ezen lendüljünk túl most, jelen pillanatban. Nem ilyen volt. Így igaz, tehát ez a körzet, ez egy éles körzet volt, erről egyébként sokat cikkeztek előtte, és szerintem, ugye azt nem vagyok teljesen benne biztos, hogy tehát a kutatók megjósolták-e, hogy valóban ilyen éles lesz a küzdelem? Nem jósolták meg, de ugye a kutatások elvégzése után történt annyi minden, hogy mögülem ugye kiállt az MSZP, beállt mögém a DK, a Keresztes Lórándot senki nem gondolta volna, hogy támogatni fogja az MSZP. Az egyik vitán, ugye volt két vitánk, és az egyik vitán megkérdezték tőlünk, hogy ha hány sportszeletbe, vagy hány kisröcsbe fogadtunk volna, vagy ebben a felállásban fogunk egymás mellett állni. Hát egymás mellett fogunk állni, ezt gondoltuk. Úgy értve, hogy mint ellenfelek, hogy ebben a felállásban, hogy engem nem támogat az MSZP, de támogat a DK és a Jobbik, a Lórit pedig az MSZP támogatja, hát azt gondolom, hogy erre azért sokat nem tett volna egyikünk se, hogy ez a felállás legyen. Viszont a másik oldalról azért hadd mondjam el, hogy szerintem létrejött tényleg az ellenzéki szavazó. Tehát akiket az érdekli, hogy van a fideszes, meg van az, aki nem fideszes. És innentől fogva igazából csak talán minket érdekel, hogy melyik pártnak a frakciójába ülünk, vagy hol vagyunk, illetve a saját értékrendszerünket hogyan tudjuk ugye összeegyeztetni nyilvánvalóan azzal a párttal, amelyik indít. A szavazóknál ezt olyan nagyon komolyan nem látom. Azért persze, főleg a politikai elemző gondolkodnak kicsit tovább, hogy oké, teszem azt, győz a ellenzéki összefogás, hogy akkor ki milyen frakcióval, mekkora frakcióval fog rendelkezni, ezek után ki mekkora szeletet tud kihasítani ebből az egészből. De jó, világos, az ellenzéki szavazó valamilyen módon létrejött. Hát ezen a pártok is gondolkoznak, tehát én nem gondolom, hogy csak a politikai elemzők gondolkoznak ezen, de azért mégiscsak azt lehetett látni, hogy itt van két jó jelölt. És én ennek örülök, hogy például mondjuk Baranya megye ki tudott termelni két vagy akár több olyan országgyűlési képviselőjelöltet, akik közül az ellenzéki szavazók választhattak. Sajnos ez nem mindenütt van így, de én azt gondolom, hogy mind a kettőnknél elmondhatók ugyanazok, nem különösebb egyáltalán botrányok nélkül, nagyon következetesen úgy képviseljük a politikánkat, ahogyan azt a legjobb tudásunk szerint tudjuk. Én szerintem annyit láttak bennem, hogy én egy integratívabb ember vagyok, egy higgadtabb, nyugodtabb, integratívabb, talán más fajta szavazókat is könnyebben megszólító kommunikációval, habitussal és értékrenddel rendelkezem. Sokan gratuláltak a győzelem után? Megint volt egy olyan másfél nap, amikor annyit tudtam mozogni, amilyen hosszú a telefonomnak a töltője, de azt gondolom, hogy hát ez egy édes teher. És kapott gratulációt a jövendőbeli ellenfelétől? Azzal, hogy gratulálok, és akkor innentől kezdve mi fogunk megmérkőzni egymással. Egyébként tényleg felhívott a Hoppá Péterről beszélünk. Igen. Én megígértem neki, hogy ez tényleg egy éles harc lesz, és abban le fogom őt győzni, de tényleg felhívott, és elmondta, hogy ő látta, figyelte az eredményeket, és látta, hogy mekkora
erőforrás mennyiséget sikerült ellenem megmozdítani ugye az előválasztáson, és hogy mégis felül tudtam kerekedni, és hát nem mondta, hogy örül, mert neki nem én vagyok a jó ellenfél, én neki a nehéz ellenfél vagyok, de megígértük egymásnak, hogy akkor meg fogunk egymással küzdeni áprilisban. Na ez viszont egy nagyon jó dolog, mert azért azt gondolom, hogy valami fajta kommunikációt az ellenfelek között meg kell tartani. Hát én erre mindig törekedtem, most ők törekednek erre. Tehát jó, de van ebben némi fontos, súlypont. Ez is fontos. Valami fajta súlypont eltolódás azért mindig van ebben. Eddig én törekedtem arra, hogy ha együtt vagyunk egy rendezvényen, akkor engem is utassanak benne, csak őt. Most ez fordítva van, hogy akkor ő már odafigyel arra esetleg, hogy engem is utassanak be, vagy esetleg ő fölhív engem. Ez nyilvánvalóan ugye a politikai erővonalak, amerre mennek, ez arrafelé hullámzik, de talán rendben is van ez így. Tehát ennyi belefér a politika. Jó, én ezt nagyon jó dolognak tartom. De a többi körzetben, választókörzetben voltak ön számára meglepetések? Voltak. Kellemesek, kellemetlenek egyaránt? Voltak, persze. Vannak olyan választókörzetek, amit az ember... Azt mondom, hogy az eszével tud, de a szívével reméli, hogy nem úgy lesz. Vannak olyan választókörzetek, amin nagyon-nagyon meg lehetett lepődni. Illetve a miniszterelnök jelölteknél láttam én azt, hogy nem gondoltam, hogy élesebb lesz egyébként a verseny, de ezt a fajta, hogyan mondjam, magabiztosságot, ami Dobrev Klárának a vezetését, illetve a DK-nak a mozgósító erejét mutatja, hogyan mondjam, az ember, amíg ezt nem látja perfektuálódni, addig úgy van vele, hogy hiszi is, nem is, de tényleg én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy igen, amit elterveztünk, az úgy van, és ott lehet látni egy nagyon magabiztos erőt. Azt, hogy teszem azt, Keresztes Lóránt azt a vereség után teljes messzélessége be fog állni ön mögé, én ezt feltételezem róla. Én is így gondolom. De vannak olyan körzetek, ahol nem vagyok egészen biztos benne, hogy a vesztes fél teljes szívéből, teljes lelkéből azt mondja, hogy én támogatom a győztest. Plusz, ahogy nézem, most kicsit fölizzottak a kedélyek, hogy a választókat, az ellenzéki választókat le kell nyugtatni majd a miniszterelnöki jelölt döntés után, és valóban sikerül ezt elérni? Ez egy komoly kérdés. Én azt gondolom, hogy ez három dolgon múlik alapvetően. Az egyik az ambíció. Tehát az a jelölt, aki most veszített, igen, és azt gondolja, hogy sértettségében, fáradtságában, bármiben, ami az ambícióját ő neki eloszlatta, ő akkor most nem dolgozik, nagyjából ki is állítja magáról azt a bizonyítványt, hogy akkor ő nem akar majd politizálni a jövőben sem. A másik dolog, amiből ez még fakadhat, hogyha valaki nem dolgozik az ellenzéknek a közös sikerére, az nyilvánvalóan az lehet egyszerűen a sértettség, erre nagyon kell vigyázni az előválasztásra. Én mindig szoktam mondani, hogy azt az attitűdöt vegyük fel, hogy sok jót el tudok mondani az ellenfelemről, ennél több jót már csak magamról tudok elmondani. Mert hogyha véletlenül ezt nem így csináljuk, hanem sebeket ejtünk és sebeket szerzünk, akkor két sebzett ember fog egymás, vagy több sebzett ember fog majd egymás mellett állni, és megpróbálni kiállni a fideszes jelölttel szemben. És ne gondoljuk azt, hogy ezt a választópolgárok nem látják. A harmadik lehetőség az, hogy egész egyszerűen valaki ezek után ennek elengedi fülét, farkát, mert akkor ő már nem akar foglalkozni tovább a politikával, és akkor meg is hozza ezt a döntést. Az, hogy le kell nyugtatni az ellenzéki választópolgárokat, vagy fenn kell tartani ezt a pezsgést, szerintem fenn kell tartani, csak úgy kell fenntartani ezt a pezsgést, hogy közben nagyon vigyázunk magunkra, és minden nap elmondjuk a választópolgároknak is, meg magunknak is, hogy ahhoz, hogy Orbánt le tudjuk győzni, mindenkire szükség van. DK-sokra, MSZP-sekre, LMP-sekre, párbeszédesekre, jobbikosokra. Mindenkinek az aktivistáira, a szavazóira, a gondolatára, a programelemeire, mindegyikre szükség van ahhoz, hogy Orbánnak a rendszerét le tudjuk válni. Momentumosokat kéne felejtsen, bocsánat. Momentumosokra is természetesen szükség van. Tehát, hogy mindenkinek
a program elemeire, mindenkinek a gondolatára, aktivistáira, szavazóira szükség van ahhoz, hogy újra egy normális, színes Magyarországot csináljunk. Ebből a mostani szürkéből, ilyen narancsos szürkéből, ami ebben a pillanatban van, erre viszont minden nap emlékeztetni kell magunkat, akkor is, hogyha vannak viták, mindig is lesznek viták, de a vita az egy jó dolog. Most 10 éve nincs vita. 10 éve jön egy ember, és eldönt mindent. Én nem is voltam egész életemben koalíciópárti, ezt most őszintén bevallom, hát most azért én az elmúlt 11 évben az lettem. Tehát most föl kell egy ember, megmondja a 133 bátornak, hogy akkor miről hozzon törvényt, vagy éppen emlékszünk még az eseményre, hogy valahol a Körönt környékén a Tarlósnak oda mondta egy buszon, hogy hát akkor nyújts be egy törvényjavaslatot, és megszavaztatom. Tehát így nem működhet egy ország, hogy egy ember eldönt mindent. Persze legyenek viták arról, hogy hogyan akarjuk megmenteni a devizahiteleseket. Nem arról, hogy meg akarjuk-e őket menteni, vagy nem, hanem arról, hogy hogyan akarjuk megmenteni, hogyan akarjuk kárpótolni ennek a rendszernek a veszteseit, hogyan akarjuk a nyugdíjakat emelni, hogyan akarjuk a képzettséget meg a béreket fölzárkóztatni egy európai szintre, hogyan lesz egy európai elérhető biztonságos egészségügy, hogyan lesz egy európai és esélyteremtő oktatás Magyarországon, és hogyan javítunk ugye általában az életkörülményeken. Én azt gondolom, hogy éppen hogyan lesz eurónk és új alkotmányunk. Tehát én azt gondolom, hogy ezek értelmes viták, ezekről érdemes jó vitákat lefolytatni. Ugye akkor ezek szerint úgy tervező, hogy lesz vita arról, hogy hogyan javítsunk Komla és környékének az életén. Én bízom benne, hogy sőt nem csak viták lesznek benne, hanem döntések is lesznek benne. Mert Baranya megyét az elmúlt 10 évben borzalmasan magára hagyta a Fidesz. Tehát úgy kezelte, mint egy zsáktelepülést, Pécset is. Na de mindeközben úgy, hogy ott voltak. Kérdezem én, hogy akkor miért? Iszonyat mennyiségű pénzt talicskáztak ki onnan. Hát most tudom hozni a példákat, hát éppen most megy a büntetőügy, beidézték, tanulnak egyébként a volt országgyűlési képviselő Csizi Pétert, meg a volt polgármester Páva Zsoltot. Megy egy büntetőügy, ahol 3,2 milliárd forintért vásárolt buszokat Pécs városa, csak ebből 800 millió forint, az egy negyede, az egy közvetítőhöz ment. Most az idézőjelet nem tudtam kimondani. Értettem. Tehát az egy normális üzlet, hogy az egy negyede megy egy közvetítőnek abból a pénzből, amiből egyébként használt buszokat vesznek Hollandiából. És mindenfajta nyakatekert módon érkeznek úgy meg a buszok, mint ahogyan a pénz is az ellenoldalra. Vagy éppen most a legutóbbi botrány, hogy hát még a városi médiából is kilapátolták valószínűleg a pénzt, hiszen most majd el fog indulni a nyomozás, hát túlszámláztak, nem voltak meg a teljesítési igazolások, nincsenek összhangban a kibocsátott számlákkal, nem volt követelményrendszer, semmilyen követelményrendszer nem volt, adta a számlát, adták a pénzt, és egész egyszerűen elégették a közpénzt, iszonyatos mennyiségű közpénzt égettek el. Vagy éppen egy ingatlannak a 10%-át fizették csak egy 120 millió forintos ingatlannak Pécs városának, majd ezek után hozzájárultak ahhoz, hogy az új tulajdonosnak a tulajdonjogát bejegyezzék. Hát, na bocsánat, hát ugye mi kifizetnénk valaminek a 10%-át, azt átírnák a nevünkre. Ilyen botrányokban merült ki valójában a Fidesznek az elmúlt 10 éve, ahelyett, hogy megpróbáltak volna oda munkahelyeket, megélhetést, infrastruktúrát hozni, mindeközben Pécsről elment a legnagyobb foglalkoztató az Elkotech, megszűnt a pécsi kesztyűgyár, megszűnt a pezsgőgyár. Ez rengeteg munka, és nem jött a helyére új. Most Péter Fiatilla tudja újra betelepíteni a déli ipari parkba a munkáltatókat, a polgármester, ami eddig üresen állt. Tehát egészen elképesztő módon hagyta magára Baranya megyét a kormányzat. Én pedig azt mondom, hogy egyetlen egy térségről sem mondhat le a kormány. Ahol a piac nem tud, vagy nem képes munkahelyet teremteni, ott ez a kormánynak a feladata, célzott ipartelepítéssel, célzott munkahelyteremtéssel, célzott képzéseknek az elindításával, és oda szakembereket oda csábítani ezekre a helyekre. Nem csoda, hogy a legnagyobb probléma, amivel küzdünk, az alacsony bértömeg. Nem csoda, hogy azzal küzdünk, hogy innen elmegy mindenki. Pécsről hiányzik 15-20 ezer ember, Komlóról hiányzik 8-10 ezer ember, akik elmentek. A kilátástalanságra ráfordították a kulcsot,
ami befért a kocsiba, azt berakták, és elmentek egy jobb életreményével máshova, őket vissza kell csábítani. Úgy lehet, hogyha megfizethető közszolgáltatások vannak, ha munkahelyek vannak, ha megélhetés van, és Baronya végre olyan lesz, amilyennek mi is szeretjük. Ehhez akkor azt mondja, hogy szükség van egy kormányváltásra? Hát ezzel a kormánnyal az elmúlt 11 évben nem ment, úgyhogy legyen már több a tapasztalatunk, mint amennyi illúziónk maradt. Ők nem fognak. A Fidesz nem fog segíteni. Hoppál a Fideszt képviseli Baranyában, nem a baranyaiakat képviseli az országgyűlésben. Ezen változtatni kell. Én a baranyaiakat fogom képviselni az országgyűlésben egy új kormány mellett. Sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.